Töretlenül fejlődött az idei évben, így kiváló minőségű kukoricát törhetnek le rövidesen itt Gyulatanyán. Bár a vármegyében valamelyest csökkent a termőterület 2022-höz képest, az elegendő csapadék miatt a termés átlag jóval kedvezőbben alakul, mint egy évvel ezelőtt. Csütörtökön az ország számos pontjáról érkeztek gazdák és szakemberek a gyulatanyai fajta kísérleti állomásra. Az országos kukorica és napraforgó tanácskozáson központi téma volt a növények alacsony felvásárlási ára. Az idei szezon csapadékformájában, illetve termés szempontjából sokkal jobbnak ígérkezik, mint az elmúlt évek, különösen a tavaly évre gondolok, mert az abszurdum volt. Hát a termés kilátások egész kecsegtetőek, tehát jó termése van kilátás, csak sajnos az ár az nagyon-nagyon övöl aluli, úgyhogy így minden gazda egy kicsit emiatt nagyon-nagyon pánik hangulatban van. Az időjárásra még visszatérve, hogy végig kell nagyon jó csapadék volt, az elosztás is jó volt. Igaz, hogy Gyulatanya az augusztusi hónapban minimális csapadékot kapott, szembe ugye Nyíregyháza 10 kilométerre arrébb ott bőven volt csapadék. Tehát a termése nem lehet panasz, az árakra lesz nagyon-nagyon övön aluli. Hiába néz ki úgy, hogy a kukorica termés átlaga valószínűleg meghaladja a 2021-es csúcsévet, a kedvezőtlen piaci helyzet miatt negatív a közhangulat a gazdák között. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke azt mondta, a kormány által hozott importtilalom ideiglenesen jó megoldás, az elmúlt egy évben behozott ukrán gabona azonban hatalmas károkat okozott eddig. Baj, hogy nem eladhatatlan például a napraforgó vagy a kukorica, aminek a betakarítása most zajlik. Még a napraforgóval tele is rakjuk a szabad kapacitásokat, de mindenkitől azt hallani, hogy szinte még az árig el se jutnak, hanem arról beszélgetnek az emberek, hogy fogják a felvásárlók venni, fogják venni, mennyit vesznek kitől, milyen szerződés hiányában nagy elkötelezettség nincs egyik fél részéről se, és az a nagy bizonytalanság, ami teremtődött itt az elmúlt évben mondhatnánk szinte, az a közhangulatot úgy lerombolta, hogy olyan közömbösnek tűnnek a termelők, felvásárlók, mintha egy csodára várva várnánk, hogy ez a probléma majd valamilyen úton-módon megoldódik. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mérsékelje a problémákat és kompenzálja a károsultakat. Hozzátette, a jelenlegi helyzetben össze kell fognia a gazdatársadalomnak. Valóban nincsen könnyű helyzetben az ágazat, de ettől függetlenül meg kell keresni minden olyan pontot, amellyel tudunk segíteni, akár egymásnak is, és ezért itt Gyulatanyán is, ezen a fórumon pontosan arra van leginkább lehetőség, hogy itt a szakemberek, szaktanácsadók, a Agrárkamarának a szakemberei, illetve a helyi gazdálkodók tudjanak találkozni, és meg tudják beszélni valóban azokat az aktuális kérdéseket, amelyel bízunk benne, hogy egy újabb előrelépést lehet tenni majd annak érdekében, hogy azért itt az ágazatban dolgozóknak a helyzet az könnyebb legyen. A tanácskozáson és fajta bemutatón szó esett a termesztés aktuális fejlesztési területeiről, a permetező drónok jelentőségéről, a kilátogatók pedig meg is tekinthették a fajta tulajdonosok idei évi termését Gyulatanyán.